320 esztendeje, 1699. szeptember 1-én adományozott első Lipót császár az akkor újjászerveződő Tolna vármegyének pecsét-használati jogot a török hódoltság után. Erre emlékezett, kihelyezett ünnepi közgyűlésén a Tolna megyei önkormányzat Pakson. Jó úton jár Tolna megye, hangsúlyozta megnyitójában a közgyűlés elnöke. Gazdaságilag is javulnak mutatószámai, bár lélekszámban lehetne emelkedés. Mi a múltból építkezünk, a jelenben dolgozunk, és a jövőre készítjük fel a Tolna megyeieket, és nem kis büszkeség nélkül elmondhatom, hogy például a területi operatív program rendszerébe Tolna megye a megyék közül az egyik dobogós helyzet volt, aki az Európai Uniós forrásokat először kipályázta. Tolna megye olyan szimbolikus városa adott otthont az ünnepségnek, ahol az ország egyik fontos beruházása zajlik. Mindig is úgy képviseltük, hogy ez nem csak Paksról szól. Eleve Paks önmagában már nem bírna még egy akkora fejlesztést, akár lakótelebővítés, akár úthálózat, mint amit elviselt az egy-négy blokk kapcsán. Tehát ezért mindenféleképpen Tolna megyébe gondolkodunk. A jeles esemény a megyében élő emberek összetartozását, közös történelmünk és kultúránk iránti tiszteletet hivatott kifejezni. Számunkra ez a megyenap egyben jelenti a múltat, a múltra való emlékezést, és nyilván pedig a jelen eseményeire való odafigyelést, és ebből merítkezve pedig építjük a jövőnket. A hagyományokhoz híven kitüntetéseket is átadtak. Tolna megye közbiztonságáért elismerést kapott Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes, a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Tolna megye közszolgálatáért díjjal jutalmazták Cink Juditot, a Tamási Városi Művelődési Központ igazgatóját és Havasi Bélát, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályának oszlopos tagját. Gyokics Zsájko, az Atomerőmű KSZ Szekszárd vezető edzője Sipos Márton díjat, Sümegi József, a Bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója Babics Mihály díjat, Rottenbacher Ádám, a Szekszárdi Szociális Központ vezetője Bezerédi István díjat, Bölcsföldi Árpád Beszédes József díjat vehetett át. Tolna megyéért kitüntetést kapott a Tolna megyei értéktárbizottság vezetője Saj István. Rengeteg munkatársnak, segítőnek, közösségnek, családnak szóló kitüntetés is, hiszen mindnyájunk életében, akiket ma kitüntettek, bőven volt olyan időszak, amikor nem rajtunk múlott a siker. A Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége által alapított Tolna megyei Németségért nívódíjjal Krémer Pétert, a Tolna megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének Tolna megyei Cigányságért nívódíjával pedig László Józsefet tüntették ki.